úgynevezett világfajtára tértünk most rá, ami nem más, mint egy merló. És azért akartam, hogy a kadarkák, a kékfrankosok után, a királylányka, mustosfehér után, nézzünk meg egy pár virágfajtát is, mivel sajnos, még egyszer kifejezem, nem élhetünk világfajták nélkül. Úgy, mint hogy nem élhetünk muzsikaszon nélkül. Mivel, hogy élni kell, köszönöm szépen, élni kell, ugye, és a piac ezt is kéri. A borokat el kell adni, a következő tavaszon neki kell fogni metszeni a szőlőt, neki kell fogni művelni a szőlőt. Nem akarok belemélyülni ezekbe a dolgokba, inkább beszéljünk a borról. Merlot egy szép fajta. Szeretem ezt a fajtát. És a magyar borászok is szeretik ezt a fajtát. Miért? Nézzük meg a színét. Egy szép mélyvörös szín. Ugye? 2005-ös évjáratú Merlot kóstolunk, hogyha nem tévedek. Ugye? Egy 5 éves bor. Hát nézzük meg a színét, hogy egyáltalán nem mutat fáradtságot a színébe se. Egyáltalán nem mutatja azt, hogy ennek ez a bor már a lejtőn lefele menne. Sőt, annyira vidám, annyira élénk színeket találunk, annyira élénk árnyalatot találunk benne, hogy már a színéről is azt mondhatjuk, hogy ez a bor bizony-bizony még a lejtőn felfele kapaszkodik, ugye? És hogyha felér a csúcsra, akkor egy jó pár évet még a csúcson marad. Az illatában, az ízében az aszaltszilva, de a... Fűszeresség is ott van az ízében. De az illatáról a merlónak, és lehet, kedves barátaim, hogy nem itt jönnek ki ezek az illatok, de azért tudni kell, hogy a frissen kaszált széna, a frissen szárított széna jelleg, a frissebb merló illatának a jellegzetes tulajdonsága. Na most itt már, mivel hogy egy 5 éves borról van szó, teljesen egyetértek veletek, és úgy van, hogy inkább ezek az erdélygyümölcs nyomelemek, az aszaltszilva, a rumosszilva, így van, ezek jelennek meg a bornak az illatában, és nagyon szépen bele vannak vezetve a bornak az ízébe is. Már egy lágy, bársonyos bort kóstolunk a Merlotban.